Hát először is a főiskola a legnagyobb élmény volt. 1965-ben végeztünk, tehát ilyen előzetesként azt mondom, hogy ez az 53. szezonom. Na most a legnagyobb, a művészi beszédet Gáti József tanította nekünk, és Súlyok Mária. Gáti egy óriási előadóművész volt, egyébként a Nemzeti Színház tagjaként nagyon jó karakter, kisebb szerepeket játszott, csodálatos előadóművész volt. Na most Aranynál maradva, ugye azt mondta nekünk, hogy hölgyeim, uraim, egy aranyballadát jól elmondani, az van egy akkora feladat, mint egy méltó nagy színházi prózai főszerepet eljátszani. Én nekem az a tapasztalatom vele, amennyire én ismerem a főiskolás pályakezdő éveken keresztül, hogy ő egy a magyar költészet kiemelkedő alakjai közül is egy egészen különleges világ, azért, mert az egész emberi tartását, a fájdalmait, a lánya, az unokája elvesztését, és az egész akkori világhoz való viszonya minden költői művében tökéletesen tükröződik. Egy becsületes, igaz, jó ember tükröződik. Ez egy nagyon nagy dolog. Érdekes módon Ér rám a Vörös Rébék című ballada volt kiosztva többek között, és ebben kapcsolatban aranyhoz kapcsolódik, hogy valami humorosat is mondja, hogy 62-ben vagy 63-ban sorozáson vettünk részt, valamelyik napsütötte kiegészítő parancsnokságon Budán. És kérlek szépen a alapos orvosi vizsgálat után, ami arról szólt, hogy nyissa ki a száját, ha jöjjön le, rendben van, 200-300 egyetemista egy nagy terembe állt meztelenül. De különben egy egész napos fejtágító volt, ilyen hozzáértő emberek magyaráztak a néphadsereg nagyszerűségéről egész nap, és orvosi vizsgálat után állt 300 egyetemista meztelenül, ott volt a asztal a tisztekkel. És én kerültem sorra, jó az névsor végén, meztelenül, lapozgatja a papíromat, azt mondja, na színész, szavaljon valamit. Na most a Vörös Rébék című vers volt föladva Gáti órára, de reggel 8-tól volt, és belecsaptam, hogy Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, és most repül, meg minden, és irgalmatlan röhögés volt, ez ott elég, és akkor vettem észre, hogy az egyik tiszt egy cínóber vörös hajú ember volt, azt mondta, elég, hát fogalma nem volt se Vörös Rébékről, se aranyról, viszont nekem jutalmul beírták a katona könyvembe, hogy minden nemű fegyveres szolgálatra alkalmas, ami azért nem lett volna semmi, hogyha le kellett volna zavarni a katona éveket. A leveleitől kezdve minden költői művében egy igaz, tiszta ember sugárzik át, és természetesen minden nagy költő saját magát fejezi ki, József Attilától, Radnótin keresztül, akármi, de valahogy ez a tiszta, őszinte emberség, az elfogadom a helyemet a világban, ez talán ő rá jellemző egyedül, ezért nagyon nagy dolognak tartom, hogy ez létrejött rengeteg kollégával, és nem csak a diákok hosszú okulására szolgálhat, mert ezt bármikor el fogják érni a mai technika segítségével, hanem azt hiszem nem sértek meg senkit, ez a tanároknak is egy posztgraduális képzés lehet Arany Jánosból, úgyhogy boldog voltam, hogy benne.